a levegőben. Érdemes oda figyelni, mert a svéd légierő egy különleges gép, az SK-60-as emelkedett a levegőbe, és már egy átfordulást végre is hajt. Nem merném megkockáztani, hogy egy ilyen félkubáni 8-asnak tűnt első ránézésre, de lehet, hogy óriási mutatságot mondtam. Nem, mert kubai 8-as. Így is meg tudjuk hát, akkor szerintem az nekem szólt ez a felkérés, a felhívása. Hát igen, nekem adta a főnökei parancsnokai árkus fülekkel fülelnek, hogy mit, hogy csinálunk, és mondunk. A levegőben, ahogy már mondta a szakkommentátor és a kommentátorok doenye, Zoltán az SK-60-as, ami egyébként ez egy típus név, mert őt egyébként 105-ösként őskönyvezték, és már 1963. június 29-én szállt fel először. Felmerült egy probléma, hogy majdnem így mondja, hogy multifunkciós, ami úgy mondjuk, hogy hát inkább specializálnak a mai világban a különböző gépeket vadásznak, felderítőnek, helikopternak, merevszárnak építik. Őt arra találták ki, hogy egy korszerű, könnyű, gyakoroló földi célpontokat is támadó gépet készítsenek. Hát a Saab céget bízták meg ezzel, ezt a tendert nyerte meg, és a Saab 105-ösként törzskönyvezték ezt az SK-60-as típus jelzőt. Egyébként két turboméka, AU-PIS-Q típusú két áramú gázturbinás hajtóművet építettek bele. Azért direkt ezt felolvastam. A következő, de rám figyeljen, nem foglalkozzanak vele forgószányos lövésen is az egészről. Az, amit tetszenek látni, ezt látják önök is. Tehát itt van egy helyes kis mozgékony bicaj, amiben föltettek két kis ilyen füstölőt. Alapvetően ez kovász és egyéb sertésből való cuccok füstölésére nem alkalmas, viszont gyönyörűen megmutatja azt a mozgás harmóniát, amit ez a repülőgép tud csinálni. Most, ami az érdekessége ezeknek a repülőknek, hogy a repülés maga olyan, mint a tánc. Tehát ha megfelelő zenét képzelünk alá, akkor már is el tudod képzelni, hogy a számodra kiválasztott hölgyel, lányjal, teljesen mindegy hányal, ahogy esetlegesen egy táncot lejtesz egy ilyen kis őszi téli éjszakán vagy délutánon, amikor megfelelően szól a muzsika és jó a hangulat. Gyönyörű szépen tetszenek látni ezt a kis vízszintes fordulóba, hogy beleül egy picit a repülőgép, illetve bármilyen korrekció, ami létezik, és ezek a kis füstfamasok, ezekben az utána következő turbulenciát rajzolja nagyon-nagyon szépen a szemünk elő, hogy el tudjuk képzelni, amit az előbb mondtam, hogy a nagy gépek mellé nem engedték be a piciket, pont ez a kis turbulencia miatt. Hát nem csak mellé, hanem mögé. Abszolút. Ha is ezek a turbulencia, káros turbulens, ezek a Kármán Tódor-féle örvénysorok, hogy az aerodinamikai tanároknak is megdobogtassam a szívét, ezeket rajzolja ki a füstölőt, és valóban ezek a levegőben is megmaradnak, és ez rendkívül veszélyes és zavaró. Hát a leszálló gépeknek a futópályán is ott marad, és ott örvénik, higgyék el, nagyon kis magasságban is. És valóban érdekes ez a gép, és beleül, ahogy mondta Zsenya, valóban, mert ez egy felső szárnyas kialakítás, ahogy már mondtam, két hajtóműves, amit látnak azért, de nem a hajtóművekből jön a füst, hanem a füstgenerátorból. Egyébként így van, a fesztávolsága majd 10 méter a törzsének, illetve mondtam, hogy az a két hajtómű 7,29 kN tolóerőre tolja a korai jet korszakában. A szerkezeti tömeg az 2510 kg, és majdnem duplája, 4050 kg a 4050 a maximális felszálló tömege. Hát csak mondanám, hogy egy Cessnának is 10 méteres a szárnyfesztávja, ami mondjuk 1000 kilóval száll föl, tehát azért nem mindegy az, amit itt tetszenek látni, azért nagyon-nagyon bedöntés, mert a fordulókör különben hát bizony-bizony ott valahol Lajos Mizse alsónál jön neki. Mutató gyakorló kiképzőgép, és a másik, hogy földi célok elleni támadásra két egymás melletti. Tehát az oktató vagy az oktatandó meg tudják beszélni szemtől szembe a problémát, nem egy elszaparált, tandem elrendezéses fülkében. Azért van ő náluk sokkal több lánypilóta.